A remény árnyékában. Hát, szerintem most az N meghal. Tehát a Sebastiana és N-nel a Feldcrafton kívül. Ajajaj. Most valami lesz. Ó, de jó, hogy itt van egy teleportunk. Ügyes voltam, hogy ezt felállokkoltam. Hát igen, Jenny, most már nem nagyon történhet más. Igazából engem ez érdekelt nagyon, hogy Isadorával mi történt. Most itt nagy plot twistek nem voltak, de epikül nézett ki nagyon ez a cinematik. Tetszett? Tetszett. Még valahogy azt hittem, hogy lesz valami nagy csavar, nem tudom miért, de szerintem már nem lesz. De azért megdöbbentő volt, hogy megölték, mert azért nem szoktak használni Dark Magic-et ezek a jó varázslók. Jaj, na készüljünk fel a leghosszabbra. Nem sűjön. Ó, már ott van az ereke az enkezében. Már elmondta Sebastian ennek a dolgokat. He helped find the where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. No. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Ne, vissza kell venni a katakombákba. Én ezt nem. Vissza nem, megyek oda! Hülye katakombák! Egy óra volt, mire kijutottunk volna. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone the ministry if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic is something to do with his time there. And thinks he wants decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fighting against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Nagyon olyan vibe van, amikor meggyilkolászt az Isadorát a csávon, mint mikor megölte Dumbledore-t a Snape. Egyszer megbeszéltük, hogy nem beszélünk róla. Harry Potter is jó sztori volt, de mindenki gondolhatta már, hogy mi lesz a vége. Voldemort meghal, itt meg ugye akkor Rerok hal meg, gondolom. Igen, Jenny, amúgy a Harry Potter, most azon gondolok, hogy Harry Potterben sem voltak olyan nagy csavarok. Már mondjuk Pitonnal voltak jó csavarok szerintem. Például amikor kiderült, hogy a Lilibe szerelmes, és akkor megmutatta, láttuk azt a sok emléket, és akkor after all this time, always. Akkor én ilyen voltam a moziba, hogy what? Szóval voltak azért ilyen megdöbbentő dolgok, de az sem egy ilyen húha, de megcsavart plot twistes sztori. Then, Harry Potterben nem is ez a lényeg. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. De most akkor ezt megint nem kapom meg ennek a folytatását? Kiidegelnek itt ezek. Lehet, hogy ezt a sidequestet későn kezdtem el. És már rég meg lehetne az avada? Meg ez a sztori? Na mindegy, akkor folytatjuk a fősztorit, mert most ezt még nem kapjuk meg. Pálcamester, szia, Alfonez! Na pont az előbb gondoltam rád, hogy merre jársz, báránykám? There's Ollivanders.
Ja igen, kapunk most egy új pálcát. Ó, nem, várja, mert megint a bolt előtt kell aludni szerintem. Ja nem, csak elkezdeni? Hello, Mr. Ollivander. Hello. Jaj, azt a csúnya kesztyűt fent hagytuk. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted. That you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, again, Jenny. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Nincs itt a talom. Most rakja nekem össze? Konkrétan. Hú, de ideges vok. Megint fehér a szempille. Semmi baj. It is done. És baszott erős leszek mostantól? Ó, pretty. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Nem. Ez mi volt ez a fordítás, láttátok? Nem. Rockwood. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Mi hova? Mit csinált az emberekkel? Hát miért nem az új pálcát veszed elő, mi van? No need for such theatrics. In light of what Ranrok now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. Ude agresszív fél volt a Skynak. You would let goblins take what is rightfully ours? Ismerjük a Rockwoodnak a motivációját, mert szerintem nem. We would be fools not to work together. Csak ős, csak ilyen simán egy fasz fel. Egy ilyen tipikus eszfold, de ó. Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. Ők már meg. I've always said, children should be seen and not heard. Kell nem látni. Kidnapping! Hát ez ki volt, aki elvitt engem? Vagy hát nézni kell, nem látni. Draco is használta anyukája pálcáját. Lehet szerintem ilyen kölcsönpálcákat használni, csak nem... hát, hogy ez nem az övé, nem olyan erős vele. Szia, Bence! És most melyik pálca van velem? Kezemben? Incendio! Oh. Everyone gets lucky now and then. Dodged in it. I'll have none of that. Yeah.
Na melyiket használjuk fel a többi ellen? Mondjuk őt. Tök nagyot sebbek, úgyhogy most nem tudom, lehet, hogy új pálcánk, az új pálcát bevetettük. Ah, ki van mögöttem? What are you folks on? Szép! Robbantottak a lelkét. Ez mi volt? Így elrepült a... Most hova tűnt, akit itt töltem? Meg volt? Hangok, azok össze-vissza vannak. Ja, hogy ezt nem lehet felemelni. Mindent is hozzávágok. Nice, nice. Tudtam, hogy benszed. Én meg leraktam, mint aki jól végezte dolgát a kontrollert. Majdnem meghaltam. Most megpusztulsz, Viktor. Na, ú, de rég akart. Hol vagy, Viktor? Crucio. És most a csatlóshelyed ellen menjél. Úgy. És közben szenvedj. Ó, mivé tett engem ez a játék? Let's get this over with, shall we? Things to do. Knew you would be. Don't think you're going to get out of this alive. Cabrinko! Ez mi ez a burok, ami a Viktorok húda... Oh-oh! Elfogyott a potim. Van a Viktorom valami? Hol a Viktor? Valami burok. Jó, most ezt széttörtem, I think. Nem tudom. Hogy kell ezt a burkot széttörni? Too afraid to fight back. Mi ez a képesség? Predakta vagy mit tolnak rá? Ó, még izéket is küldnek rám, zombikat.
Ja, megbocsátatatlan eltok töri fel csak. Ó, oké. Mennyien vagytok még? Mi ez a predakta? Ne várjál. Ó, nem ezt akartam, nem rá akartam. Hova tűnt a Viktor? Ott van. Aha. Bum, bum, bum. Ez azért, mert... Ja, nem ölte meg a barátunkat. Akkor mindegy, arra a rock volt. Bé. És egy zsák pénz kiesett belőle. 9 arany. Na. GG. Ez nagyon izgalmas volt. Lecseréljük a kesztyűnk kinézetét. Meg törlünk valamit. Hogy tudjunk lootolgatni. Hát nem volt valami gazdag, ja. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. Ó, mennyi lút azta. Mi a szar. Natty, right away. For now though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Sebastianos sztori, ez nem folytatódik véletlenül? Jó lenne. Vissza mennyi lút. A végére pont elfogyott a poting. Revelio. Szóval még jó, hogy vége lett. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would. Folytatódik a sztori, csak mondani kellett. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. Valami baj van. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Na, akkor az ereke árnyékában. Jutalmak Avada Kedavra. Akkor elérkeztünk ide is, javasolt szint 28-as. De nem kötelező. Tehát a javasolt meg a kötelező, 27-es vagyok most. Erre azt szokták mondani a fiú streamerek, hogy nagy a faxom, szóval megcsináljuk. Jó lesz az. Szia Dénes, igen, netről letölthető. Ó, de jó, hogy van ott egy portunk. Netről letölthető gépi fordítás van. Hogyha beírod a Google-be, vagy én a YouTube-ra írtam be, hogy Hogwarts Legacy magyarítás, akkor kijött egy YouTube videó, de most már pont a napokban néztem, most már egy csomó videó van róla, meg link, hogy hogy kell berakni, honnan tudod letölteni. Igazából csak lesz egy fájl, amit be kell rakni a Hogwarts Legacy-nak a mappájába, ahova ugye installálta a gépeden, oda be kell rakni ezt a fájlt, elindítod, és már megy is. Ugye mondtam hamarabb, vagy majdnap folyamán korábban, hogy hú, ezt a questet lehet, hogy hamarabb kellett volna megcsinálni, de akkor ezek szerint nem, mert 28-es szint kell hozzá, szóval akkor pont jókor, sőt, még hamarabb is csináljuk, mint kéne. Sebastian megőrült. Poti kellene? Jó lesz az! He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Most elmegy. Legalább nem hal meg. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Oké, van egy olyan sejtésem, hogy azért kell megtanulnunk az Avadát, hogy megöljük a Sebastian. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right.
He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. Azt mondjátok, hogy nagyon kéne poti. Hát ha még vissza... Sebastian must not be in his right mind. Ha még vissza tudunk menni, akkor jó. Én hallgatok rátok. Tudunk csinálni most gyorsan párat. Ó, nem tudok valamiért teleportálni. Akkor szerintem így elkezdődött a quest, és azért nem. Hát akkor már nem csinálunk. Jó, akkor két potival indulunk harcba. De ha megint nekem kell kitalálni innen, a katakombákból, akkor kiakadok. Hát most nem tudok egyszer, de majd a stream végén megnézzük a baba állatokat. Let's find Sebastian quickly. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Mi ez a hang? Jaj, ezek a mocsoládék. Gyertek egy helyre. Ja, hogy égesselek fel. Oh, how dare you? Elnézést, már most megpusztulok mindjárt. Azt a picsa! Ne menjél a többiek ellen. Nagyon nagyokat sebzek. Most ez már az új pálcám? Még nem? Ja, hogy már nem, nincs is ki ellen menned. Ó. Nem gyűjtött jutalmak ellenek a rendelkezésedre. Milyen jutalmak? De most mi a fax van a... Mi ez a sok íze itt a levegőben? Ez nagyon furcsán kinéző gyertyák. Ja, hogy ezek gerinc darabok. I see. Jól van akkor. Aztam ilyeneket sebzek. Most ez mitől sebzek ilyen nagyokat? Oh, azt a kurva, amiket csinálok. Azt gondolom, nem az Imperius nem kéne működjön Inferusok ellen, ha azok csak mozgó hullák. Hát de miért? When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. Carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them, as Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne.
When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. Uh-oh. See if you can talk some sense into Sebastian. Ja, értem, nem. Mondjuk igaz. Oké, szóval Sebastian annyira megbolondult, vagy hát nem megbolondult, csak nagyon eltökélt most. Hol tök bűze? Hogy ő hozta létre ezeket a zombikat. Ez mi? Jó, Istenem, de para. Ő hozta létre a zombikat, és irányítja ellenünk. Fincsi? Jó, és jó, és jó. És most gyorsan elmegy a suliba az Ominis, és próbál felnőtteknek szólni, hogy segítsenek. Hát itt az ideje most már felnőtteket is bevonni. Igen. Professor Black már nem lesz a Roxfordban, 9 gold lett belőle. Az a Rockwood volt. A Black az igazgató, akinek álcáztuk magunkat, ugye? Egyszer. Mi lelte? Szerintem ugye, hogy... Ó, ott van. Kicsit csak para. Na jól van. Szia, Sebastian! Semmi baj. Szóval, hogy minél többet használta ugye ezt a sötét mágiát, gondolom annál jobban elvette az eszét. Úgy érzi, nem támogatja senki. Csomót szenvedett, hogy ugye megszerezze ezt az ennek, ezt az erekét, de az enn meg nem akarja használni. Szóval így mindent összevetve. Ó, nehogy megint bebukoljon ez nekünk. Jó, már megijedtem, hogy megint be fog bugolni ez a csont nekünk. Kicsit se creepy testvérem, ami éppen itt a szemem előtt zajlik. Aha, incredible, jól van. Nézd csak itt egy kis gyógyszer szeretnéd. Itt, látod ezt a gyógyszert? Ezt vedd be. Igen, ez csak az két külön ebben. Nem vagy buta. A körbe van szorítva a keze. Ki ez? Ó, nagybácsi. Invito! Ó, elpuszi. Ó, jaj! Meg fogja ölni a nagybátyját, vagy nem tudom mi lesz. Jajajaj! Ó-ó! Izgi-mizgi! Ávade! Ja nem, Kruciót tolt rá. Vagy nem tudom, mi volt ez. Saját nagybátyja ellen. És akkor most mi van? Kit? De nekem miért? Miért a nagybácsi ellen kell harcolnom, vet? De hát a Sebastian van megőrülve. Oké, elhasználtuk az egyik potinkat. Várja, most nem tudom, most miért? Akkor hát jó. De nem akarok ellenet harcolni amúgy. Most ezt nem értem, hogy miért el, ez tök fasság. Segítsen nekünk, úgy. Jaj, nem rád akartam használni. Hú, de mérges. Ilyen mérgesen se hallottam még a Leviosát.
Nagyon vicces, hogy milyen mérgesen mondja. Ó-ó. Be kell használnunk az utolsó potinkat. Ezeket a kicsiket kéne először megölni. Ez jó volt. Oké, már csak a nagybácsi van. De miért kell? Most ezt nem értem, hogy nekem miért Sebastian mellett kell harcolnom. Hova tűnt? Ne! Nem a nagybácsi ellen használtam. Na, bebugolt. De megint megnyomtam az Y-t, és nem. Glacius. Hát ez nagyon nehéz. Azon gondolkozom, hogy ezek szerintem addig jönnek, amíg él a nagybácsi. Ja, hogy csak azt akarjuk elérni, hogy hagyja abba itt az agresszívoskodás. Jaj, nem! Nem téged akartam! Azt a kurva, mit csinál? Jaj! Ne! Ez nem tudtam, hogy sebez. Mondjuk gondoltam volna, hogy a tűz az sebez. Most mit csinálja? Hát, gyerekek! Nagyon kell ügyeskedni, mert 0 HP-nk van. Hogy kell kijelölni egy enemit? Nem látok. Bazd meg! Folyton átmegy egy zombira a célkereszt. Ez egy tűztornádó. Nem kell sok már. Menj a közelemből. Ez mi? Hogy nem haltam meg? Most talán meghalt. Csukszott egyet, gyerünk. Nem halt meg? Hol van? Egy ütés vagyok. Gyerünk!
Úristen, gyerekek, ezt nem hiszem, az utolsó 5 percben kb. Izé 0 HP-n volt konkrétan. Azt a kurva. Köszi, Barbie. Mondjuk nem lepett meg, tudtam, hogy ez fog történni, de mi a fasz? Hát ez a Sky, ez a minimum. Ja, hogy ez az N volt. Incendio! Bár érzelmileg ez a csevóhoz nem kötődtem, mert úgy összességében nem volt egy ilyen nagyon kedves ember, de hát ő az, aki ugye vigyázott az ennékre, miután meghaltak a szüleik. Szóval ez elég para. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Mióta nem lehet hallani? Bocsánat, meghalt a mikrofonom egy pillanatra. Arresto momentum! Most jó, oké. Állj már meg! Invito Sebastian! Stop, Sebastian! Hold on! Ez egyszerre szorongatóan szomorú ez a jelenet most, hogy rohanok a Sebastian után, meg vicces is, mert le tudom futni. Igazából rá tudnék vetődni. Miért nem teszem ezt? Sky, meg tudnád állítani. Ő csak jót akart. Igen, érdekes módon. Megölte azt az embert, aki utána felnevelte őket, miután a szülei meghaltak. Ó, a Dave-nek kérünk szépen egy... valamit. What is it? Egy kitiltás, köszönöm szépen. Meg is kértelek kifejezetten téged, hogy ne csináld. Unblock elmondtam sokszor, hogy ne backseateljetek, és ne spoilerezzetek, de külön téged. Igen, köszi, hogy csak inkább ban jár. De basszus, úgy fel tud idegesíteni, miért kell? Nem értem, tényleg. Hogy miért veszi el az ember másnak a játék élményét? Na mindegy. Amúgy oké, megértem mindkét oldalt, de Sebastian most túlzásba esett. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy egyébként megértem, hogy a Sebastian mit, miért akart, tehát az, hogy Ant meg akarta menteni ezzel az erekével, tehát hogy a normális eset az lett volna, hogy oké, megszerezzük az erekét, és utána szólunk különböző felnőttnek, hogy nézzünk utána ennek az erekének, hogy pontosan hogy lehet használni, mint lehet használni, mi a legjobb módja ennek, minél több ember akkor segítsen, hát ha vissza lehet ezt az átkot fordítani, és az N meggyógyulhatna, és oké, hogyha a nagybácsi minden ilyesmit bojkottál, akkor őt ne vonjuk bele, de az, hogy utána igazából, hogyha meg akarják állítani az ön akcióját, amit egyedül akar véghez vinni, és a szerettei meg akarják állítani, és őket megöli, az nagyon, nagyon nem oké. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away. Inside and én out. Sorvad, úristen. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him. Egyetlen bántja, hogy megölte a nagybátyját. He attacked us.
I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Jó, hát most ugye ezt megtudtuk, hogy a második opciót kell választani, szomorú. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. Ezért megtanítom neked. I would have done the same if I knew how. Nem, nem tettem volna ugyanezt, de meg akarom tanulni. Mert az enemik ellen nagyon OP lesz nekünk majd. Valószínűleg ez már szerintem, ugye, mert azt beszéltük eddig, hogy nem érzékelem eddig egyáltalán, hogy hogy befolyásolja a különböző döntéseink, hogyan befolyásolják a játékmenetünket. Egyáltalán nem érzékeltem eddig, de ez már szerintem biztos, hogy fogja a végét. Tehát ez egy olyan nagy döntés, hogy nem lehet, hogy ne változtatná meg valamit, valami biztos lesz itt. Igen, adjad ide nekem. De enemik ellen használni akarom, de a Sky egyáltalán nem lesz gonosz. De szerintem ezt mindenki megtanulja, mindenki meg akarja tanulni a játékban. Kipróbálni, hogy ilyenek. Opa. Majdnem elrontottam. És ezzel megtanultuk az összes spellt. Ez az, ez az. Ez annyira OP ez a spell, hogy ezt tudtam elképzelni, hogy egy nagyon nagy cooldown lesz rajta. Vagy nem tudom, kíváncsi vagyok, keresünk mindjárt egy enemit. Az sem biztos, hogy random bárki, bármilyen enemint tudjuk használni. És kész van a spellbookunk. De most a Crucio helyet berakjuk egyelőre. Gigi, köszön, Bobby! Na jól van. Hát, itt van valamilyen enemi. Ez intense volt. Csesztecske, vagy mi ez ittene? Csak így az openbe, nem is szoktunk itt csesztet látni. Aha, ennek sokkal nagyobb a cooldownja. Azt gondoltam, hogy ez annyira OP, hogy ennek egy nagyon... Hát ez mi? Ez hány perc lehet, mert úgy értem, hogy ez mi, hogy... Egy perc? Asszakor... Annyira jó... De tényleg Cross az egyik legjobbak a hangeffektek az egész játékban. Nagyon-nagyon jók. Hát mennyi lehet ez? Egy perc, másfél perc, ez a cooldown. 90 másodperc, szia szemvel! Na, akkor jól gondoltam. Egyébként láttam, fentebb írtad, nem, hogy nem volt ez akkora spoiler, és egyébként tényleg nem volt akkora. Meg egyébként mi nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktunk bannolni, meg én általában, hogyha ban feloldási kérelmet küldenek szinte minden esetben, azt elfogadom, szóval nem vagyunk milyen szigorúak, folytatjuk a fősztorit. Itt úgy unblock azon volt a hangsúly, hogy a Dave-et név szerint meg is kértem, mert egyszer már ugye backseat-elt, és akkor megkértem, hogy létszi többet ne, és akkor utána csinálta. És tudom azt, hogy vannak olyan emberek, akik nem feltétlen azért nézik a streamet, mert érdekli őket, hogy mi fog történni, meg érdekli őket az, hogy én hogy játszom, meg maga a stream, hanem így azért nézik, hogy így tudjanak így backseat-elni, vagy megmutassák azt, hogy ők tudják, hogy milyen döntést kell hozni. Azt én szoktam ecak kezelni. Köszi, hogyha attól függ, hogy ki hogy kéri utána, mert van olyan feloldási kérem, hogy ha most mit csináltam, na? Vagy az, hogy baszódj meg akkor, hogy kibannoltál. Azt nyilván nem. Itt egy hóember. Egy hóember. Ne! Hát ez kurva vicces, hogy visszadom.
Ripero? Nem tudom, ki volt az. Nem én voltam. Nem én voltam. Az avadához nincs valami különleges képesség kombó? Hogy érte ez, Witch? Ezt láttuk ugye a múltkor a videóban, hogy szétverik itt egymást. Nem akarjátok szétverni egymást előttem is? Csak megütötte. Ja, hogy úgy érted, Witch? Ó, de jó, hogy mondod, el is felejtettem. A pontkiosztás. Talentek. Van 4 pontunk. Nagyon jó lenne, hogyha egy cooldown gyorsítót rakna rá. Egy ellenség Avada Kedavraval történő megölése megöl minden elátkozott ellenséget. Hát, egyébként ez nem olyan OP. Tehát, hogyha előre megkrúciózok valakit, meg hogy hívják azok, egy elátkozott ellenség legyőzése visszaállítja az életerőd egy részét. Az Imperióval irányításod alatt álló ellenség minden egyes sikeres csapással megátkoz más célpontokat. Ez viszont nagyon jó, és akkor ezt kombozzuk. Ezt kérem, és így kérem ezt, és ez így nagyon jó kombó lesz. Oké. Okay. Az Arresto Momentum ugyanolyan hatással van az ellenségekre, mint az átok. Az átkozott ellenségek fokozott sebzést szenvednek. De nem akarom kirakni már azt is a spellek közé. Az átok hatása hosszabb ideig megmarad az ellenségen. Az jó, mert nagyon rövid ideig marad meg ez az Imperio. Expelliarmus. Ezt szoktuk használni, nem? Vagy várjál, ki van rakva nekem az Expelliarmus? Az a Confringo van. Annak a helyére rakjuk be az Expelliarmust. Mi az, hogy elátkozott? Az nem mindenkit megöl. Az elátkozott az a zöld spell. Az Imperio, a Crucio, meg az Avada Kedavra alapjáraton. De itt, hogyha ezt rárakom, akkor a Flipendót is ilyen átoknak érzékeli, meg itt ezt az Arrestót is. Az Expelliarmus az ugyanilyen hatása van az ellenségek, mint a látok, az átkozott ellenségek fokozott sebzést szenvednek. Ezt kérem, jó? És akkor még van 1 pontom. Az átkozott célpontnak okozott sebzés az összes átkozott célpontnak kárt okoz. Ez nagyon OP. Úgyhogy erre használjuk most az útcsópontot, de igazából itt még ezt kéne feloldani. Igen, ez jó, hogy az életerő... Csak nem tudjuk, mennyi életerőt nyerünk vissza, mert úgyhogy ilyen icipicirit, de csak nem. Ha fele HP-t vagy negyedét, az jó lenne. Meg még ez jó. És akkor az a 3 marad majd úgy. Bár nem tudom, hány pontot kapunk még, ugye 40-es a max szint, gondolom szintlépéssel kapunk pontokat szerintem. Úgyhogy még 13 szint van. Vajon az átok effektet is rárakja, hogy utána killing spam megöli őket? Azt nem hinném, de lehet. Na, elmegyünk potikat csinálni, mert 0 van, és van egy olyan sejtésem, hogy kelleni fog. Deke has some exciting news to share. Na, nézzük meg a kicsi csikónkat, vagy hát... kicsi hipogriffünket. I'm so excited. Hol vagytok? Hol van? Tényleg szürke lett? Úristen, de nyomig erülni. Úristen, hogy nézel ki? Miért vagy, miért az a szárnyad? Uram, atyám. Jaj. Nem. Nem. Tehát, hogy ő nem. Egyébként is ő az apukád. Szóval légy szíves. Jó, köszönöm. Nagyon aranyos. Igen, és mit... Ja, unikornis! Nézzük meg az arany unikornisunkat. Hát, igen. Deke has some exciting news to share. Ittan? Nem. Ez mi? Várjál. Ez nem. Hol a kicsi? Where is the... Úristen, fullosan aranyszínű lett, de miért? Hát ez nagyon jó. Milyen pici a szarva, és nagyon aranyos. Jó, baby gülőt is csinálok, várjatok. Excuse me? Daddy?
Sorry. Daddy? Sorry. Daddy? Fúj, Baló! Sorry. Na. Daddy? Adj ide a dittanit! Na, potik készítése. Én szerintem lesz még egy próba. Az ötödik. Bár nem tudom. Vagy csak, most már csak Renrockkal lesz egy összecsapás. Nem tudom, Levi, hogyha itt vagy a Barbin keresztül. Órában szerinted mennyi az én tempóma még a fő sztori? Most ott tartunk, hogy... Hát a sidequest volt, de ugye megtanultuk a... az Avadát, de a főquestnél meg ott tartunk, hogy most halt meg az Izadora, a Izadora. Mármint most láttuk ezt az emléket. Fú, amúgy 173 dittanink van. Viszont a Horklumból nincs sok, ugye ezt csak találni meg venni lehet. Húsz perc kb. Egy quest van, lengyel úr szóvivője. A... Azt a rohadt gyerekek, kijátsszuk ma a játékot. Jó, 10 poti. Akkor let's go. Jó, hát a Levinek 20 perc, ez nekünk tudjuk mennyi lesz. De durva. De hát akkor tök jó, a Sabaton előtt ugye ki akartam a fősztorit játszani, hogy utána már jövő héttől tudjuk más dolgokkal is játszani, és akkor mondjuk minden második vagy minden harmadik stream lesz szerintem a Hogwarts Legacy, ahol meg igazából így befejezzük minden más, szórakozunk az állatokkal, hát így felfedezzük az Open World világát, csináljuk a többi kis questet, mert igazából úgy összességében a questeknek 60%-en járunk, szóval van még bőven sok kis mellék küldi. Viszont lehet, hogy hamarabb be is fejezzük akkor ma a streamet, mert halljátok, egész végig nagyon fáj a mellkasom. Nem tudom mitől, amióta streamelek. Próbálok olyan pozícióban lenni, az ilyen nagyobb nevetéseknél meg hangoknál így jobban belenyilal. Pedig most egy ideje megint nem volt. Van, hogy újra játszod a játékokat? Nem. Szerintem még soha nem csináltam ilyet, hogy újra játszanék játékot. A Beyond Two-hoz annyira tetszett, hogy azt talán újra játszom, de úgy vagyok le, hogy abban az időben inkább egy új játékot próbálok ki, mint hogy újra játszani. Na végre! Erre vártunk, hogy végre összetörje. Nem szorult be Sophie, nem tudom, hogy mitől van igazából. Pár hónapja kezdődött először, aztán volt egy idő, amikor így abba maradt, elmentem kardiológushoz, de semmi nem volt. Úgyhogy arra gondolok, hogy valami lelki alapú dolog lehet, mert így fizikailag nem... Mármint, hogy igazából most érted, elmentem kardiológushoz, és rendben van a szívem azon túl, nem tudom még hova lehetne elmenni kivizsgáltatni. Meg voltam laborba, és ott is az jött ki, hogy egészséges vagyok. Úgyhogy emiatt arra gondolok, hogy valamilyen lelki alapú, vagy stressz alapú. Úgyhogy, hogyha végzünk a sztorival, szerintem lenyomom a streamet, és akkor lepihenek, mert hogyha vízszintesbe vagyok, akkor jobb szokott lenni. Lehet, hogy a tüdőm. Nem tudom. Fogalmam sincs. Amikor elmentem a kardiológushoz, és elmondtam a tüneteket, akkor ő nem mondta, hogy lehetne ilyen tüdő dolog, annyit mondott, hogy nincs gond a szívemmel, és hogy menjek el vérvizsgálatra, meg hogy menjek el, azt azóta se értem, hogy miért ezt mondta, pajzsmirigy vizsgálatokra, pajzsmirigy vérvételre. De most kértem a házi orvosomtól pajzsmirigy vérvételre ez a T3-T4 beutalót, és azt mondta, hogy ő nem tud adni, mert ebből csak fizetős van, és én így néztem, hogy hát jó, de a Claudia TB alapon volt annó ezeken a vizsgátokon, szóval nem értem, hogy én miért nem, engem miért nem tudnak elküldeni. Szóval még nem voltam, mivel ez gondolom drága. Ortopédián, nem már, gyerekkoromban voltam utoljára ortopédián. Mi lehet a köze a mellkasomhoz az ortopédiának? Én is voltam már így, én azt hittem a szívem, de valami izom gyulladt be. Én azért is gondolok lelki alapúra, mert volt egy időszak, amikor nagyon így elkezdtem foglalkozni így a lelkemmel, meg olyan dolgokkal, amik tudtam, hogy így probléma az életemben, és konkrétan, amikor csináltam egy adott dolgot, ami sok mindent megváltoztatott, utána elmúlt, vagy egy két hónapra ez a fájdalom,
és aztán a dolog így újra az életembe jött, és azért így azóta újra fáj. Szóval azért gondolom, de lehet, hogy ez csak véletlen, és hogyha fizikai, akkor még arra gondoltam, hogy ugye sérvem van, meg nagyon sokat ülök, keveset mozgok, és hogy amiatt lehet. De szerintem ezer oka lehet. Véroxigén szintet rendben van. Igen, a vérnyomás az egyetlen, ami magas, azt mondta az orvos. Nekem szokott fájni. Egyszer a házi orvosom azt mondta, Szofi, hogy kezdődő aszmám van, szerinte, de hogy ez nem fix, mert hogy volt még régebben, nem tudom, fú, nagyon régen, vagy 8 éve, vagy több, hogy nagyon megbetegedtem, és utána nem akart elmúlni ez, ilyen sípoltam, meg ilyen nehezen vettem a levegőt, és vagy egy évig nem akart elmúlni, és akkor mondta, hogy szerinte így asztmás vagyok, meg egyébként érdekes, hogy a barátaimnak, meg klaunok úgymond tilos használni előttem dezodorokat, meg parfümeket, mert elkezdek fulladni tőle, és emiatt is gondoltam már rá, hogy lehet, hogy valami asztma gyanúm van, szóval valamilyen vizsgálatra el kéne mennem, ami ezt így mutatja. Azt érzem tényleg, amikor valaki előttem fújja be magát, hogy összeszűkül a légcsövem, és mentem, megfulok. Hogy ott, hogyha nem rohanok el onnan, vagy nyitom ki az ablakot, vagy bármi, akkor én nem kapok levegőt. Vérnyomásod mennyire magas? Hát most egy ideje nem néztem, de amikor a kardiológián voltam, 145 volt. És nekem mindig alacsony volt egyébként, mármint, hogy ilyen egészségesen alacsony. Mondta a bácsi, hogy hát ez nem valami jó, utána, ahogy így elkezdtem ugye ezzel foglalkozni, meg így nyugtattam magam, meg ilyenek, akkor utána lement 135-re, és utána akármikor néztem, 135 volt, de most már nem néztem, vagy két hete szerintem. Tényleg így van tök beteg. Köziból még pulmonológia, aki foglalkozik ezekkel, még nem is hallottam. Szia Tiki Taki, hogy vagy, mi őség? De nem tudom, mert azt mondta a kardiológus, 145-ös vérnyomás, az krónikusan magas, és elmondtam apukámnak, aki azt mondta, hogy na, üljék ezek az orvosok, 145 még fullosan jó. A légkondi nem tesz jót az asztmának lehet, attól is romolhatott, hogy ha alatta ülsz. Mi azért is nagyon gondolkodunk, hogy akkor legyen elég kondi. De az nem lenne egyértelmű, ha asztmám lenne? Hogy mit tudom én, ha futok egy kicsit, akkor így megfulladok, vagy valami... Vagy ha felzaklatom magam, nem kapok levegőt. Hülyeség, elnézés, klímás vagyok. Szia, MRG! Az asztma az jellegzetes, szerintem neked tuti. Nem az van. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem az így egyértelmű lett volna már. Az, hogy miért van ilyen parfümöktől, dezodoroktól ilyen érzetem, hogy összeszűkül a légcsövem, nem tudom, de több emberrel is beszéltem már, akik így hasonló dolgokat mondtak, hogy hát de basszus, ezek igazából nem egészséges dolgok, nem szabad egyébként se beszívni ezeket, csak gondolom vannak olyanok, akik így érzékenyebbek rá, vagy nem tudom. Olyan érzésem van, mintha parfüm így letapadna a légcsövembe, összeszűkülne, és így... De ez a mellkas fájdalom meg mozgásra szokott lenni, igazából itt mindenhol, hogyha mondjuk néha köhögök, kapcizok, vagy mozgásra, hirtelen mozdulat, amikor nagyon rossz volt, akkor egy napig nem tudtam az ágyból kikelni, mert az előre hajoló mozdulat az úgy belenyilalt, néha nyilal, néha meg ilyen tompa. Ez nem asztma, hanem allergiás asztma, ami nálad van, nálam is. Nehéz légzés, például nagyon erős nevetéstől, vagy allergia hatására jön elő. Érdekes, Hubi. Nevetéstől nem volt még semmitől egyébként ez a érzés, csak a dezodortól, meg a parfümtől, amit most mondtam. Szia! Akkor ezen túl nem szívok el napi három dezodort. Bátté! Na jól van, közben folytatom itt az utolsó questet, ha ez az utolsó.